Tavalyi lisztharmat fertőzés után idén a peronoszpóra jelent meg nagy számban a szőlőkben. A védekezést időben el kell kezdeni, hiszen aki nem veszi komolyan a megelőzést, az jelentős károkkal számolhat. Nagyon aktuális helyzet képet szeretnék most felfesteni a szőlő- és bortermelőknek, hiszen egy olyan krízis időszakba érkeztünk, amikor a szőlő növényvédelme most is fontos, de hát eddig lett volna inkább nagyon fontos. És úgy alakult a szőlő növényvédelme helyzete, hogy májusban már sajnos elindult egy olyan peronoszpóra fertőzés, és az a baj a védekezésnél, hogy ezeket a fertőzéseket sokszor a gazdák nem veszik komolyan, de mondhatom a szőlőtermelők se, és mindig azt hiszik, olyan év jön, amilyen tavaly volt. Hát olyan még sose volt, mindig más év jön. Tavaly a lisztharmattal voltak gondok, és az idén mindenki elkezdett lisztharmat ellen védekezni, és a peronoszpóra óriási fertőzést okozott, sőt, még most is, még a levéltüneteken lehet látni. Hát a legfőbb fajtánknak sajnos a kadarkának okozott a legnagyobb kárt. Itt pont a virágzáskor, május végén, június elején fürt peronoszpóra volt, ami ellen előtte nem igen védekeztek, mert volt egy kis eső, és akkor hát esőben nem permetezünk. Egyik kollégám, dr. Füzi István szokta mondani, a legfontosabb az, hogy permetezzünk, nem az, hogy milyen időben. Tehát ha permetezünk, ha esik, ha fúj, permetezni kell, mert sajnos ez a fertőzés olyan, ez a gombafertőzés, hogy nem akkor látszik, mikor fertőződik, tehát nem úgy, mint egyéb betegség az emberen, ha megfázok, akkor köhögök, az jelzi. Itt viszont a fertőzés után van egy úgynevezett inkubációs szakasz, ami körülbelül 10-14 nap, ezért amikor a tünetek megjelennek, akkor már késő. Na most ez sokszor tévhite az embereknél, mert nem látja, viszont amikor megpermetezi, rá két nap múlva kimegy és látja azt, hogy pedig permeteztem, igen, csak már későn. A lényeg az, hogy a peronoszpóra elindult óriási fertőzési nyomás volt, közben a lisztharmat is elkezdett fertőzni, de az már később jelentkezett virágzás után, volt, ahol már találtak május 10-e körül, tehát azt hiszem május 10-14 volt ez a legkritikusabb idő a peronoszpóra fertőzés idejében. A lisztharmat elindult, de annak nem volt annyira kedvező az időjárás, ezért a peronoszpóra az nagyon keményen mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években ilyen komoly fertőzés nem volt. Aztán még jött a lisztharmat is, ami később jelentkezett ugyan, de komoly károkat okozhat az is. Viszont veszélyesebb, mert ez már a bogyón jelenik meg. És hát most, hogyha kellőképpen nem védekeznek, akkor sajnos a bogyón egy ilyen lisztes felület, ezért a nevében is benne, hogy lisztharmat, így lehet felismerni. És ha ilyenkor, ha nem permeteznek kellőképpen, mondjuk bizonyos fajták, már majd látjuk, a fürtök már elvirágzott, gyönyörű szépen bogyók már, bogyó növekedés időszaka van a vegetációban, és hát ilyenkor, hogyha a lisztharmat befedi a bogyót, akkor azt jelenti, hogy a bogyó héja megkeményedik, és ahogy fejlődik a bogyó, így kireped. És akkor utána jön a következő betegség, a botritis, a szürke rothadás, ami aztán kész. Ezért fontos, hogy még most se adjuk fel a növényvédelmi tevékenységeket. Igaz, hogy a későbbi fajtáknál inkább, tehát egy merlo, egy kaberné, mondjuk fehérben egy olasz ízling, ami fajtáknál még veszélyes a lisztharmat fertőzés, viszont a peronoszpóra ellen azért érdemes permetezni, mert most már a levélen fog megjelenni, ha még eddig nem jelent meg, és ugyanis a levél felületén megjelenik, akkor ilyen kis barna beszáradt foltok lesznek, majd lehullik a levél, és hát az érés időszakban legfontosabb az élő levél, mert ez a konyha, szoktam mondani, ez termeli meg a szőlőbogyóba azokat az ízeket, az amatokat, színanyagot, egyéb, és igazán komoly lomfelület kell, mert ez a vegetáció szempontjából, asszimiláció szempontjából ő állítja elő azokat a fontos értékeket, amit az előbb elmondtam. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy még ne tegye a permetezőt. Itt most július vége fele vagyunk, de most éppen az elmúlt hetekben bejártam az ország nagy részét, voltam Villány, Balaton környékén, éppen tegnap jöttem meg Sárospatokra, Tokajból. Azon a vidéken érdekes, ott meg óriási lisztharmat fertőzés volt. Tehát ez a megtévesztő, mindig fölhívom a szőlősgazdák figyelmét, hogy ne azt figyeljük, hogy mit ír az újság. Mert az újság ír egy általános képet Magyarországról,
de miután van 22 borvidékünk, ez 22 mindegyik más. Tehát ami igaz Szekszárdra, nem igaz Villányra, vagy azt mondhatom Badacsonyra, vagy bárhova. Tehát ezért sokszor félrevezető, hogyha az ember nem a helyi viszonyokat veszi tudomásul, illetve ha nem jár ki a szőlőbe és nem látja, hogy hogyan alakul a fertőzés, akkor nagyon sokat lehet tévedni, és ez óriási károkat okoz. Gyakorlatban megtapasztaltam, itt a nagy perenoszpóra vész a lisztharmat, az jelenleg is még nagyon erőködik, de megpróbálom leküzdeni. Elég gyakori fordulókat kellett sajnos csinálni a permetezésben, ilyen hetes fordulókat, ami nem volt az elmúlt években jellemző. És ezen kívül meg tudtam védeni. Gyakori permetezést és nagy odafigyelést igényel ez a fajta munka, így remélik, hogy viszonylag azért jó termés lesz, mondta Tokai György okleveles borász.